Örkény István a költészet hatalmáról. A nagykörúton állt egy telefonfülke. Ajtaja sűrűn nyitódott, csukódott. Az emberek megtárgyalták az ügyes-bajos dolgaikat, fölhívták a lakáshivatalt, megbeszéltek egy találkát, pénzt kértek kölcsön a barátaiktól, vagy féltékenységükkel gyötörték kedvesüket. Egy idős asszony, miután visszaakasztotta a hallgatót, egyszer nekidőlt a készüléknek, és sírt. Ilyen eset azonban csak ritkán fordult elő. Egy napsütéses nyári délutánon a fülkébe lépett egy költő. Fölhívott egy szerkesztőt, és így szólt. Megvan az utolsó négy sor. Egy piszkos papírszeletről felolvasott négy verssort. Fúj, milyen dekadens, mondta a szerkesztő. Írd át még egyszer, de sokkal derűsebben. A költő hiába érvelt. Hamarosan letette a hallgatót, és eltávozott. Egy ideig nem jött senki. A fülke üresen állt. Aztán megjelent egy ösztövér szemüveges fiatalember, egyik közeli kiadóvállalat lektora. Megjegyzendő, mit érdekesik, hogy a fiatalember nem foglalkozott verskötetekkel, nem is ismerte a költőt. Ő a mai tárgyú regények főcsoportjában dolgozott, a húsipari, bélfeldolgozó és röplabda tárgyú regények alcsoportjában. Ki akarta nyitni a fülke ajtaját? Az ajtó nehezen nyílt. Először nem is akart kinyílni, de aztán hirtelen kivágódott úgy, hogy valósággal visszalökte az utcára a lektort. A következő kísérletre az ajtó olyan módon válaszolt, hogy az már rúgásnak is beillett. A lektor hátratántorodott, és neki esett egy postaládának. Az autóbuszra várakozó utasok oda csoportosultak. Kivált közülük egy aktatáskás, erélyes fellépésű férfi. Megpróbált benyitni a fülkébe, de olyan ütést kapott az ajtótól, hogy hanyat esett a kövezeten. Mind többen és többen gyűltek oda. Megjegyzéseket tettek a fülkére, a postára és az ösztövér fiatal emberre. Egyesek tudni vélték, hogy magas feszültségű áram van az ajtóban. Mások szerint az ösztövér fiatal ember meg a cinkosa el akarták rabolni a készülékben levő érméket, de idejében lefülelték őket. A fülke egy ideig némán hallgatta oktalan találgatásukat. Aztán megfordult, és nyugodt léptekkel elindult a Rákóczi úton. A sarkon éppen pirosat jelzett a lámpa. A fülke megállt, és várt. Az emberek utána néztek, de nem szóltak semmit. Mi nálunk semmi sem csodálkoznak, legfőjebb azon, ami telefonnal van kapcsolatban. Megjött az autóbusz, elvitte az utasokat. A fülke pedig vidáman ballagott végig a Rákóczi úton a verőfényes nyári délutánban. Nézegette a kirakatokat, elácsorgott egy virágüzlet előtt, egyesek látták bemenni egy könyvesboltba, de lehet, hogy összetévesztették valaki mással. Egy mellékutcai italboltban felhajtott egy kupica rumot, aztán végig sétált a Dunaparton, és átment a Margit-szigetre. Az egykori kolostor romjainál meglátott egy másik telefonfülkét. Tovább sétált, aztán visszafordult. Végül átment a másik oldalra, és tapintatosan, de kitartóan szemezni kezdett a túlsó fülkével. Később, amikor már besötétedett, belegázolt egy virágágyba a rózsák közé. Hogy éjszaka mi történt a romoknál, mi nem,
Azt nem lehet kideríteni, mert a szigeten rossz a közvilágítás. De másnap a korai járókelők észrevették, hogy a romok előtti fülke tele van dobálva vérvörös rózsával. A telefonkészülék pedig egész nap tévesen kapcsolt. A másik fülkének már hőt helye volt akkor. Ő már pirkadatkor elhagyta a szigetet, és átkelt Budára. Fölment a Gellért hegyre, onnan hegyen völgyön át a hármas határhegy csúcsára kapaszkodott föl, aztán leereszkedett a hegy oldalán, és nekivágott az országútnak. Többé sohasem látták Budapesten. A városon kívül a hűvös völgy utolsó házain is túl, Nagykovácsi községtől azonban jóval innen van egy vadvirágos rét. Akkora csak, hogy kifulladás nélkül körbe tudja futni egy kisgyerek, és olyan rejtve él a magas törzsű fák közt, mint egy tengerszem. Túl kicsi még ahhoz is, hogy valaki lekaszálja. Ennél fogva nyár közepén már derék magasságig nő rajta a fű, a gaz, meg a virág. Ez az a hely, ahol a fülke letanyázott. A kirándulók, akik vasárnaponta erre vetődtek, nagyon megörültek neki. Kedvük támadt megtréfálni valakit, aki még az igazak álmát alussza, vagy eszükbe jut hazatelefonálni, hogy tegyék a lábtörlő alá az otthon hagyott kulcsot. Belépnek a fülkébe, mely kissé rézsud dőlt a puha talajon, és közben az ajtón utánuk hajolnak a hosszú szárú vadvirágok, fölveszik a telefonkagylót. A készülék azonban nem ad vonalat. Ehelyett négy verssor szólal meg a telefonkagylóban. Az a négy sor, amit a költő beleolvasott. A bedobott pénzt a készülék nem adja vissza. De emiatt még senki sem tett panaszt.